A torzított valóság műsor támogatója a Daniella villamosság. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Torzított valóság című műsorunk két héttel ezelőtt egy új témára fordult. Olyan kérdéskört igyekeztünk boncolgatni és alaposan átgondolni, ami így úgy azt gondolom mindegyikünk életét valamilyen formában megérinti. Milyen szerepet adunk életünkben a pénznek? Hogyan ítéljük meg a gazdagságot, a szegénységet úgy a saját életünkben, mint másokéban? Hogyan és milyen módon torzulhat a saját életünk és az Istenhez fűződő kapcsolatunk, hogyha egy rossz viszonyrendszert alakítunk ki a pénzzel? Úgy tűnik, hogy a kérdések sora már a legelemibb szinten és szinte vége láthatatlan, úgyhogy azt megígérhetem, hogy ez a téma éppen emiatt még nagyon sokáig velünk marad. Most viszont egy nagyon speciális területet szeretnénk valamilyen formában erősen átgondolni. A gazdasági élet motorjának számító vállalkozók és a pénz viszonyát vizsgáljuk meg azon keresztül, hogy vajon az üzleti tevékenységük során képesek-e kitartani a hitük és az ebből eredő értékek mellett. Palatinus Zoltán állandó beszélgetőtársa, egyrészt a tanácsadói tevékenységéből eredően, másrészt pedig abból adódó, hogy egyébként pedig vállalkozóként is működsz, meglehetősen közelről ismeri ezt a dilemmát. Te hogy látod, ezek a döntések mennyire nehezek a vállalkozók életében? Hát itt inkább úgy fognám meg, hogy általában mennyire nehezek a döntések, tehát alapvetően, hogy ez a keresztény vállalkozó és egy picit fából vaskarika, tehát általában keresztény emberek vagyunk, és az életnek a különböző területein jelenünk meg, ebből, ha vállalkozók vagyunk, akkor az egyik ilyen a vállalkozás. De azt gondolom, hogy az, hogy egy vállalkozásban mit csinálunk, milyen döntéseket hozunk, hogyan viszonyulunk az alkalmazottakhoz, hogyan viszonyulunk az üzleti partnerekhez, beszállítókhoz, milyen döntéseket hozunk, ezt alapvetően az értékrendünk határozza meg. Az értékrendünket meg alapvetően a keresztény emberek esetében azt mondom, hogy a hitünk határozza meg, tehát... Én most itt sokkal inkább gyakorlati jellegűnek gondoltam ezt a kérdést, tehát hogyha hozzád fordul például tanácsért, vezetői tanácsért egy üzletember, vagy amikor neked magadnak kell meghozni egy üzleti döntést, és nem feltétlenül tiszta a szituációk, vagy tiszta viszonyok vannak az adott partnerrel, vagy az adott helyzettel kapcsolatban, akkor kell-e esetleg erősen eltöprengened azon, hogy mi fér bele, és mi az, ami már egészen biztosan nem fér bele a te értékrendedbe, vagy az adott partner értékrendjébe? Szerintem ez egy idő után elég jól kialakul az embernél. Tehát még egyszer, hogyha keresztények vagyunk, akkor alapvetően a keresztény gondolkodás határozza meg az életünket, szerintem minden területen. És hogyha valami nem fér bele, akkor az nem fér bele. Tehát vannak bizonyos dolgok, amikbe szakmailag nem megyünk bele, meg vannak bizonyos dolgok, amiben etikailag nem megyünk bele. Ez nekem személy szerint nem szokott nagy dilemmát okozni, tehát ha valami nincs rendben, akkor nem megyek bele, és kész. Tehát... Talán emlékeznek a kedves nézők, hogy néhány hónappal ezelőtt a Pax Televízió is tudósított valamilyen formában a keresztény vállalkozói konferenciáról, amelyen nekem is volt szerencsém részt venni, és ott végighallgatni nagyon értékes előadásokat. Én egyébként javaslom, hogy keressenek utána az interneten ezeknek, mert hogyha bele szeretnének látni abba, hogy hogyan gondolkodik egy önmagát kereszténynek mondó vállalkozó, akkor itt nagyon sok tanúságtétel elhangzott, akár ott a konferencián, akár a konferencia résztvevőivel készített interjúkban is. De nekem ott a helyszínen résztvevőként már szöget ütött a fejembe az a gondolat, ami itt az előbb egyébként Zolinál is felmerült, hogy mit is jelent egészen pontosan ez a szókapcsolat, hogy keresztény vállalkozó. Az imént te úgy definiáltad, hogy fából vaskarika, de ezt a kérdést én azért
felvetettem Tóth Józsefnek, akivel a legutóbbi adásunkban már megismerkedhettek. Ő egy keresztény vállalkozókat hálózatba tömörítő szervezetnek, az Érme hálózatnak volt nagyon sok éven keresztül az elnöke, most pedig az Érme alapítványnak a kuratóriumi elnöke, és amikor felvetettem neki ezt a kérdést, akkor nagyon nemes egyszerűséggel annyit válaszolt, hogy keresztény ember, aki vállalkozó. És nagyon sokáig töprengtem azon, hogy triviális-e, egyértelmű-e ez a kijelentés vajon mindenki számára. Tehát, hogyha te mondjuk üzleti partnerként egy olyan vállalkozóval ülsz le tárgyalni, akiről tudod, hogy ő keresztény vállalkozó, akkor milyen elvárásaid vannak vele szemben például? Hát alapvetően vállalkozói kontextusban pont olyan elvárásaim vannak, mint egy nem keresztény vállalkozóval szemben, tehát legyen korrekt, legyen őszinte, és normálisan tudjunk együtt működni, és amit megígér, azt tegye meg. Tehát, hogy igazából szerintem a Biblia értékrendje az teljesen azonos a normális értékrenddel, vagy a normális együttműködésnek a feltételeivel. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően a kereszténység, a spiritualitás, a hitünk az a magva az életünknek. Tehát elsősorban vagyunk keresztények, és utána vagyunk bármi mások. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a vállalkozásban is az a meghatározó, hogy mi alapvetően Istent szolgáljuk, Istent keressük, egyébként vállalkozásból élünk, és Isten biztosítja azokat a dolgokat, amikre szükségünk van. Tehát én tapasztaltam meg olyan csodákat, meg olyan eredményeket az eddigi életem, meg vállalkozói életem során, ami teljesen egyértelmű volt, hogy Isten beavatkozása volt, meg Isten tett dolgokat, tehát hogy... És elárulsz nekünk egy ilyen csodát, ami kifejezetten a te életedben történt, a te vállalkozói létedben történt csoda? Hát egyáltalán, ahogy a tanácsadói munkám elindult, tehát hogy gyakorlatilag egymás után jöttek a lehetőségek, meg a partnerek, nyíltak az ajtók, ismertek meg emberek, ajánlottak egymásnak, és ugye a másik oldalon az esetek 90%-ában nem keresztények ülnek, tehát akikkel dolgozom, azok 90%-ban nem keresztények. Ha már itt tartunk, vajon pozitív vagy negatív felhang, vagy pozitív vagy negatív megítélés alá esik inkább a vállalkozó vagy az ember, hogyha azt a címkét oda teszik a tevékenysége mellé, hogy keresztény? Hát én sose teszem oda ezt a címkét a semmi mellé, hogy keresztény, mert egyrészt az emberek számára a kereszténység, tehát egy átlag ember számára nem azt jelenti, mint amit mi keresztények gondolunk róla. Tehát amikor oda teszem a címkét, hogy keresztény, akkor az ő fejébe egy egész más kép alakul ki erről a dologról. Másrészt, amikor nagyon oda akarunk tenni ilyen címkéket, tehát hogy szerintem egyszerűen kereszténynek kell lenni. Amúgy szerintem az összes ügyfelem tudja, hogy keresztény vagyok, amúgy azt is tudják, hogy a háttérben lelkipásztor is vagyok, tehát teológiát végeztem, de nem rakok ki ilyen táblákat, hogy én vagyok a keresztény vállalkozó meg, tehát hogy ez így. Szerintem ezt nem címkékkel kell reklámozni, hogy mi mik vagyunk, meg mibe hiszünk. Ha ez megjelenik a való életbe, akkor az jó. Ha meg címkéket kell ragaszgatni, hogy mi mik vagyunk és mibe hiszünk, én azt tapasztalom, hogy ezzel általában probléma van. Tehát, hogy más dolog valaminek lenni, meg más dolog valamit hirdetni magamról, és általában aki nagyon hirdeti magáról, ott nagy szokott lenni a szakadék, a valóság, meg a között, hogy ő mit állít magáról. Na de hogy milyen döntéseinkben, vagy döntéseitekben nyilvánul meg az, hogy vajon milyen elvek szerint
és milyen hit szerint élitek az életeteket, az számomra egy hatalmas kérdés volt, és miután én személy szerint nem vagyok egy vállalkozó alkat, ezért megkerestem egy olyan kedves testvérünket, akiről tudom, hogy hívő, és azt is tudom, hogy több céget igazgat, több vállalkozást elindított és sikeresen működtet, és megkérdeztem tőle, hogy nála például működik-e, és ha működik, akkor hogyan működik a keresztény értékek megőrzése a mindennapi üzleti döntésekben, és hát igyekeztem szem előtt tartani azt, amit az imént itt felvetettél, hogy nem kifejezetten azt hangsúlyozva, hogy mitől keresztény az illető, hanem hogy hogyan hozza meg a döntéseit a mindennapi életben. Vállalkozói céljaim egyszerűek. Én szeretném, hogyha a cégcsoportunk fejlődne, és minden cég, ami ebben a cégcsoportban van, sikeres lenne. És nyilván ez nem feltétlenül anyagi természetű. Például ebben az évben is azt látjuk, hogy gazdaságilag ugye nem feltétlenül tudunk fejlődni, viszont a szervezet fejlődik, megrázzunk magunkat, és kilépünk a komfortzónánkból. Illetve nagyon szeretném azt, hogy a cégeink a legjobb munkáltató legyenek az adott iparágban, és azt szeretném, hogy aki itt dolgozik nálunk, szeressen itt dolgozni, és nagyon jól érezze magát a cégünkben. Mit jelent így pusztán a tény szintjén számodra profit? Számomra oxigént jelent, mint egy sportolónak, mondjuk egy úszónak egy újabb lélegzetvételnyi levegő, oxigén, hogy a következő célt tudjam elérni. Nekem egyértelműen a pénz az egy eszköz, hogy azokat a célokat el tudjuk érni, amiket kitűzünk magunknak. Nyilván nagyon fontos, mert hogyha nincs pénz hozzá, akkor nem lehet a következő mérföldkövet megugrani. Rajta kaptad-e magad valaha azon, hogy a profit kergetése közben esetleg feladsz elveket, amik fontosak számodra, vagy megfordul a fejedben, hogy feladj elveket? Nem kaptam rajta magam, de nyilván ez talán nem én vagyok a leghitelesebb arra, hogy ezt megválaszoljam, hanem a körülöttem lévő embereket kellene megkérdezni. Nekem a véleményem az, hogy én akkor adok fel elveket, amikor abban a prioritásban, amit elképzelek az életről, felborul az egyensúly, és annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy tudom én az Istennel való kapcsolatom, vagy a családom fontosabb, mégis extrém módon sok időt töltök el a munkával, akkor azt gondolom, hogy ott a tények magukért beszélnek, és felborult egyfajta, vagy feladtam egy elvet. Az üzleti világban, ahová egyébként vállalkozóként tartozol, ott találkoztál-e már olyan kihívásokkal, amelyek erkölcsi vagy morális problémákat okoztak neked? Igen, találkoztam. Egy évtizede sokkal nehezebben mondtam erre nemet, ma már egyértelmű. Sokszor látom azt, hogy sokkal könnyebb úgy működni az embernek, hogyha hoz egy döntést, és azt mondja, hogy nem teszem azt, és akkor bármikor kérdés van e körül, akkor könnyű azt válaszolni, hogy erre úgy a válaszom az, hogy nem. Tehát nem szeretnék ebbe belebonyolódni, mert utána nehezebb lelkiismereti kérdésekkel kell küzdködni, úgyhogy gyakorlatilag ma azt tudom mondani, hogy nincs ilyen jellegű dolgom, ami lelkiismeret furulást okozna. Például egy konkrét példa lehet az, hogy munkavállalóknak nem tiszta pénzeket fizetni, és ezáltal ugye valamilyen előnyre tenni szert. Vagy lefizetni beszerzőket ahhoz, hogy jobban menjen az üzlet. Vagy nagyon jó példa erre az adóelkerülésnek a kérdésköre. De nyilván mondjuk egy olyan országban élünk, ahol az adózás az elfogadható mértékű az adó, de ebben is el kell dönteni az embernek, hogy hova tartozik.
szeretne ezzel a történettel játszani, vagy nem. És hogyha egyszer letette valami mellé a voksát, akkor könnyebb azon az úton végig menni. Könnyebb úgy élni a mindennapokat, főleg úgy, hogy az ember körül emberek vannak, sok száz ember dolgozik nálunk, könnyebb úgy élni az életünket, hogy nincsenek ilyen jellegű dolgai. A versenytársaid vagy a partnereid határozzák meg az üzleti döntéseidet? Hát egyértelmű, hogy a partnerek, mert ugye abból élünk, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtunk a partnereinknek, ami miatt ők visszajönnek hozzánk, és újra bizalmat szavaznak nekünk, de nagyon figyeljük a versenytársainkat is. És minden esetben megnézzük azt, hogy miben tudunk tanulni tőlük, mi az, amit jobban csinálnak, mint mi, de a döntéseket nem ők motiválják elsősorban, hanem a vevői igények. Láttunk azért sok ilyen céget, akik így gondolkodtak, hogy valaki ellen dolgoztak. Mi oda soroljuk magunkat, akik azt mondjuk, hogy mi valamiért dolgozunk. És van egy célunk, azon az úton megyünk, nyilván ott vannak versenytársak, megvívjuk a csatáinkat, de azt gondolom, hogy az, hogy az ellenfelet legyőzni, ez nem lehet cél. Ez egy, mondjuk úgy, hogy ez egy pozitív hozadéka lehet ennek a versenynek. Ahogy tehát én látom, a keresztény vállalkozó nem UFO a gazdaságban, csak abban különbözik talán egy átlagos vállalkozótól, hogy pontosan tudja, hogy a döntéseit, amikor meghozza, akkor azokkal előbb-utóbb el kell majd számolnia, és hát jó reménység van arra, hogy ennek függvényében hoz ilyen vagy olyan gazdasági döntéseket. De vajon a társadalom hogyan ítéli meg ezeket a keresztény vállalkozókat, illetve ha már használják a kifejezést és a saját maguk megkülönböztetését megoldják ilyen módon, hogy kereszténynek vallják magukat nyíltan, akkor lehet-e az esetleg egy haszon számukra, hogy ismerik egymást, esetleg partnerként kezelik egymást, és egy közös célért megkeresik egymás társaságát? Uh-huh. De ez egy jó bonyolult kérdés, tehát az, hogy keresztények, akik hasonló problémákkal szembesülnek, hasonló területen dolgoznak, hogyha ők közösségbe tudnak egymással lenni, tudják egymást támogatni, az egy jó dolog. Ezzel együtt a vállalkozásban alapvetően az, hogy mint vállalkozó, kikkel működsz együtt, az elsősorban nem azon múlik szerintem, hogy keresztény vagy nem keresztény, hanem hogy milyen minőségű szolgáltatást nyújt, milyen minőségű terméket állít elő, milyen a tudása, mennyi a tapasztalata egy adott területen, tehát hogy mennyire jó abban, amit csinál. Tehát sajnos, a vállalkozói világ az egy nagyon pragmatikus világ, tehát a teljesítményről meg az eredményekről szól. És ha a másik oldalon, akivel együtt tudok működni, az éppen egy keresztény vállalkozó, aki rendelkezik a megfelelő tudással, tapasztalattal, ismerettel, az egy tök jó dolog, de ha nem, akkor szerintem nem ez a szempont szerintem. Ezzel együtt az, hogy spirituálisan támogassuk egymást, és segítsük egymást a vállalkozói világba keresztényként, az szerintem egy jó dolog, de hogy ez ilyen kétpólusú történet. Vannak azonban olyan sztereotípiák, ugye a keresztény emberekkel, mint a vállalkozókkal kapcsolatban, amiket érdemes lebontani. Van például egy ilyen nagyon általános sztereotípia, amivel én rendszeresen találkozom, hogy keresztény ember már pedig nem veszekszik. Van egy olyan sztereotípia például a vállalkozásokkal kapcsolatban, amiben a beszélgetéseim során rendre belefutottam, mégpedig az, hogy mégis milyen keresztény ember az, aki vállalkozóként a profitot hajszolja. Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban az imént már felemlegetett Tóth Józsefet is megkérdeztem, most hallgassuk meg, hogy ő mit válaszol, és aztán visszatérünk rád, Zori, mert hiszen tudom, hogy ezzel kapcsolatban neked is van véleményed. Mi a kapitalizmus gazdasági rendszerében élünk, és abban dolgozunk, mindenki abban él.
És mivel ebben a rendszerben kénytelenek vagyunk profitot termelni. Olyan vállalkozás, amik nem termel profitot, az előbb-utóbb csődbe megy. Olyan nem tud túlélni, nem tud fejleszteni. A profit az egy eszköz. Megint, mi a célja egy vállalkozásnak? Eredendően nem az a célja, hogy profitot termeljen. Ezt kutatták szociológusok, sőt az egyházatják is, tehát az enciklikák, Szent II. János Pál pápának az enciklikái, 16. Benedeknek az enciklikája, Ferenc pápának az enciklikája is foglalkozik ezzel, hogy a vállalkozók eredendően, amikor elkezdik a vállalkozásukat, akkor van egy jó céljuk. Nem a profit a céljuk, hanem az, hogy van egy jó ötletük. És ezt az ötletet akarják megvalósítani. És ezért hajlandóak áldozatot hozni. Most az áldozaton nem csak pénzáldozatot értek, tehát befektetti a saját vagyonát, vagy kockáztatja a saját vagyonát, hanem a saját idejét, a saját munkáját, az elképzelését, az álmait rakja bele, és aztán ez vagy sikerül, vagy nem sikerül megvalósítania. Tehát a profit az ennek a hosszú folyamatnak az eredménye, amire szüksége van, mert hogy ezt utána tovább akarja fejleszteni. Tehát csak a profitból tud fejleszteni, abból tudja a dolgozóknak a fizetését emelni, abból tud egy új gépet vásárolni, abból tud új piacokra lépni. Ugyanis a kapitalizmusban kénytelenek vagyunk növekedni, mert ez a gazdasági forma, ez a gazdasági rendszer, ez a növekedésen alapul, és növekedni meg csak profit termeléssel lehet. Ön szembesült-e valaha a vállalkozói életében olyan dilemmával, ahol egy nehéz döntést kellett meghoznia a hitbéli meggyőződése alapján? Igazából ezek nem pénzkérdések, hanem emberi kérdések. Tehát a hitbéli feszültségek, azok alapvetően soha nem a hitem és a pénz közötti viszonyban jöttek, vagy kerültek felszínre, hanem a hitem és a másik emberrel való viszonyomba. Ott igen, ez egy meglévő kérdés. Mivel hogy a pénzt eszköz, és alapvetően a vállalkozók javarésze eszköznek tekinti, ezért itt ez nem lehet kérdés. Említette ezeket a úgymond sztereotípiákat, hogy a keresztény hittel összeegyeztethető-e az, hogy adót minimalizál valaki, fogalmazzunk így, vagy kenőpénzt ad, akkor azt gondolom, hogy ez nem keresztény kérdés, hanem ez egy társadalmi kérdés. Tehát, hogyha ez egy társadalomban elfogadható, akkor ott meg is fog valósulni. Keresztény, mert akkor a gazdasági rendszere lesz olyan a társadalomnak, hogy kénytelen lesz az az ember is, ha akarja, ha nem, ebbe valamilyen szinten bevonódni. Pár évvel ezelőtt még teljesen természetes volt, hogy a házi orvosnak oda kellett adni az ezrest, és hívő volt vagy nem hívő volt a idős nagymama, természetesnek vette, hogy odaadta az 500 vagy 1000 forintot paraszolvenciának. Az is egyfajta korrupció, mert feltételezte, hogy akkor kapja meg a megfelelő ellátást. Vállalkozóként persze, mivel nagy pénzekről van szó, meg kockázatról van szó, sokszor előkerülhet ez a döntéseknél, de azt gondolom, hogy általában a keresztény vállalkozókat úgy ismerik, hogyha tudják róla, hogy keresztény, hogy velük nem érdemes. De azt is tudják általában a keresztény vállalkozókról, hogy a végén viszont megcsináljuk azt, amire vállalkozunk. Mert egy keresztény vállalkozónak azért az nagyon fontos, hogy amit előállít, az jó legyen, és az hasznos áru legyen. Tehát, hogy az egy jó áru legyen, jó minőségű legyen, és jó célt szolgáljon. Tehát én nem nagyon ismerek olyan keresztény vállalkozót, aki olyan eszköz, vagy olyan árut állít elő, vagy olyan szolgáltatásban dolgozik, ami rombolja adott esetben a társadalmat, vagy az emberi létet, vagy az emberi normákat. Tehát az már összeegyeztethetetlen. Általában tudják, valamiért megérzik, hogy keresztények vagyunk. Ez a beszélgetésből egyrészt kiderül, másrészt meg fel is vállaljuk sokszor, és főleg egy hosszabb vagy egy tartósabb üzleti kapcsolatban. És nem azt mondom, hogy soha, mert ilyen nincs, de általában nem merül föl. Tehát nem is nagyon kérdezik meg. Tehát ha tudják rólunk, hogy keresztények vagyunk, ez egy nagyon jó védelmet is ad azért nekünk. Akkor nem nagyon környékeznek meg velünk. Engem például soha nem környékeztek meg azzal, hogy viszont olyan előfordult, hogy egy konkurens cég
nem tudott szállítani, és a mi kollégánk vagy autónk az azon a környéken volt, és ugyanaz volt a vevőnk. És a vevő kérdezte tőlem, hogy tudok-e a konkurens helyet szállítani, mert hogy valami problémája van, nem tudja az árut időre fölhozni. És határidős volt az árunak a szállítása, és most ettől nekem nem lesz kevesebb. Tehát szerintem ez a keresztény gondolkodásmód, hanem azt mondtam a vevőnek, hogy akkor mondja meg a konkurensemnek, hogy ott van közelben a kocsink, oda megy, fölveszi az árut, és majd mi leszállítjuk neki, majd én leszámlázom a fuvar költséget. És ezt megtette, és utána visszahívott a vevő, hogy ettől úgy megijedt a konkurens vállalkozó, hogy inkább horror áron bérelt egy teherautót, hogy inkább ő hozza föl. Tehát, hogy ez a fajta ingyenes adás, ami azért a kereszténységnek a lényege. És ezért mondom, hogy nincs igazából szoros kapcsolat a gazdaság és a jelen gazdaság és a kereszténység között, mert a kereszténységben a fő elv az adni, a másiknak adni, míg a kapitalizmusnak eladni. Tehát a kettő között nagy a különbség. És ez a fajta ingyenes adás, ez néha meglepi a gazdaság többi szereplőit. Meddig igazodhat a keresztény ember a társadalomban egyébként létező szabályokhoz, vagy mennyire kötelessége képviselni akár a saját kárán is azokat az értékeket és iránymutatásokat, amelyeket Jézuson keresztül Istentől kaptunk. Neked erről mi a meglátásod, Zoli? Hát ugye ez szintén egy jó bonyolult kérdés, amit egyébként a sátán tud a leginkább eltorzítani, ugye itt említetted a profit hajhászást, meg a profithoz kapcsolódó fogalmakat, tehát hogy azért az ördögnek van egy olyan jelentése az ördög szónak, hogy vádló, vagy ugye a Jelenések könyve, mint a testvéreink vádlójáról beszél, tehát hogyha az ördög spirituális hatásán múlik a dolog, akkor az, hogy egyáltalán levegőt veszünk, meg létezünk, az is gyakorlatilag probléma és csúnya dolog. Tehát maga a profit, meg maga a vállalkozás, azt szerintem egy jó dolog. Pénz nélkül semmit nem tudunk csinálni, tehát nem tudunk a gyerekeinkről gondoskodni, nem tudjuk a gyülekezetet támogatni, nem tudunk munkát adni a munkavállalóinknak, nem tudunk támogatni non-profit szervezeteket, tehát semmit nem tudunk csinálni pénz nélkül, tehát maradjunk abban, hogy a profit az jó dolog. Társadalmi normák vonatkozásában, hát ott tényleg kell Isten vezetése, ugye volt azért Magyarországon olyan adórendszer régen, ami alapvetően arra épült, hogy senki ne tudja befizetni, mert akkor egyébként tönkre megy. Most nem ez a helyzet, ez egy jó dolog. Egyébként az adót lehet törvényi keretek között optimalizálni, tehát vannak erre adószakértők, tanácsadók, akik ebben tudnak segíteni. A törvényi kereteket azt hangsúlyozom, tehát törvényi keretek között is lehet. És azt gondolom, hogy tehát én most így nem nagyon találok olyan dolgot, ahol a lelkiismeretemet meg kéne erőszakolni ahhoz, hogy alkalmazkodni kelljen lehessen a gazdasági szabályokhoz. Nem volt mindig így, de szerintem most ez nem egy rossz vállalkozói környezet, ami jelen pillanatban van. Itt most konkrétan ugye felmerült a csúszó pénzeknek a rendszere, aminek azért sajnos van egy sajátos kultúrája Magyarországon. Ez például szerinted beleférhet egy vállalkozónál, hogyha csak a végső célt nézi, hogy a társadalom hasznára legyen azzal a tevékenységgel, amit csinál? Én nem adok csúszópénzt, és nem működök együtt olyan emberekkel, akiknek csúszópénzt kell adni. Ez biztos, tehát erre ezt tudom válaszolni, hogy vannak embereknek nem kell csúszópénzt adni, és együtt lehet velük működni. Tehát, hogy én milyen partnereket választok magamnak, az én döntésem, de meg fogja határozni a hétköznapjaimat, az éjszakáimat, az alvást, meg mindent. Úgy tűnik, hogy most itt kellett tennünk a pontot. Zoli, köszönöm, hogy ismét sok hasznos tudással gyarapítottad a műsort is, meg hát remélem, hogy az életünket is. Legközelebb itt folytatjuk, mert hát ez az a téma, amit még érdemes sok szempontú elemzésekkel tovább boncolgatni. A következő adásban terveink szerint legalábbis szó esik majd arról, hogy vajon birtokosai vagy sáfárai vagyunk a pénznek, amivel életünk során gazdálkodunk.
gazdálkodhatunk, és hogy miért nem mindegy vajon, hogy milyen megközelítésben vizsgáljuk az eszközt, amit használunk vásárlásra és minden egyébre az életünkben, és amit úgy hívunk, hogy pénz. Köszönöm tehát, hogy velünk voltál, Zoli. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, és újra felhívom a figyelmüket az elérhetőségeinkre, ahol elmondhatják véleményüket, feltehetik a kérdéseiket, megoszthatják velünk a történeteiket. A képernyőn találják az e-mail címünket és a telefonszámunkat is. Legyen nagyon szép a hetük, viszontlátásra! A torzított valóság műsor támogatója a Daniella Villamosság.